Jó estét kívánok, Aktuális című műsorunkat látják. Április 26-án mutatták be Békés Csabán azt az oktatási céllal készült filmet, amely elsősorban a diákoknak szól. A film címe a Jövő biztonsága, társadalombiztosítás és öngondoskodás. A filmről és annak részleteiről elsőként Dávid Ferenccel beszélgetek. Üdvözlöm! Én is köszöntöm, és üdvözlöm a nézőket, köszönöm a meghívást! Ugye itt a film címéből azért lehet sejteni, hogy miről is van szó. Miért volt szükség arra, hogy elkészítsenek a diákoknak egy ilyen jellegű oktatófilmet? Több év óta a programunk egyik kiemelt pontja az, hogy megszólítsuk a diákokat azokkal az információkkal, amelyek az közoktatásban nem igazán jelennek meg. Ugye ez a társadalombiztosítás és öngondoskodás témaköre, és úgy gondoltuk, hogyha elkészítünk egy filmet, sokkal hatékonyabban tudjuk eljuttatni ezeket az információkat a diákokhoz. Mivel kapcsolatos információkkal és kérdésekkel foglalkozik maga a film? A film alapkérdés, ahogy említettem, a társadalombiztosítás és öngondoskodás, de lényegében négy témakört dolgoztunk föl. Fókuszáltunk a diákoknak a foglalkoztatására. Ugye ez már a középiskola kezdetétől egy olyan kérdés, amivel jó, hogyha tisztában vannak. Kitértünk a külföldi munkavállalással kapcsolatos kérdésekre, itt elsősorban a társadalombiztosítással kapcsolatos kötelezettségekre koncentrálva. Szerettük volna bemutatni nekik az öngondoskodás fontosságát, ugye nagyon fontos a pénzügyi tudatosság, a pénzügyi kultúra fejlesztése, ez évek óta napirenden van, és ezeket a témákat járjuk lényegében körbe a filmbe, és ugye a társadalombiztosítás alapfogalmait is szeretnénk, ha megismernék a diákok, tudnák azt, hogy miért fontos azt, ha bejelentik őket, milyen veszélyei vannak a fekete munkának, tehát ezekre a kérdésekre szeretnénk felhívni a figyelmet. Hogyan mutatja be ezeket a közérdekű információkat a film a diákoknak, hogy ők valóban megértsék is azt, hogy miről van szó? Próbáltunk szakítani a hagyományos oktatással. Évek óta rendszeresen tartunk rendhagyó osztályfőnöki órákat, azonban úgy gondoltuk, hogy ha magát ezt a száraznak tekinthető társadalombiztosítási joganyagot és egyéb munkajogi joganyagot a klasszikus módszerekkel akarjuk számokra átadni, az problémás lesz. Éppen ezért kis információs füzetekbe, most ezt TB kisokosnak nevezzük éppen, szedtük össze azokat a leggyakoribb kérdéseket, amikkel ők találkozhatnak. Ezt megkapták, illetve elérhető az interneten keresztül, illetve a filmet azt úgy építettük föl, hogy ne csak egy prezentációs előadás legyen, hanem vendégeket hívtunk, és így próbáltuk meg még inkább emberközelivé tenni ezeket a nagyon fontos kérdéseket. Ugye itt már elhangzott, hogy elsősorban középiskolás diákoknak szól az oktatóanyag. Miként és hogyan juttatják el ezt a filmet az iskolásoknak? A filmmel kapcsolatosan egy koncepciót készítettünk el, ugye két részes filmről van szó, gyakorlatilag két tanúra anyagát öleli föl. Azért, hogy minél hatékonyabb legyen, fölvettük a kapcsolatot Békés megyében a szakképzési centrumoknak a vezetőivel, fölvettük a kapcsolatot a tankerületi vezetőkkel, és ezekhez az intézményekhez tartozó 22 oktatási intézmény igazgatójával. Egy olyan útra léptünk, hogy ne csak a magát a filmet nyújtsuk át számukra, hanem egy oktatási segédlet is készül, és ősztől kezdve tematikusan fogják oktatni ezt a Békés megyei iskolákban. És azért, hogy ne csak Békés megyében legyen ez elérhető, természetesen segítségünkre van a Békés Csabai Média Centrum Kft. Ugye a Behíren keresztül, illetve a YouTube-on keresztül elérhetővé vált Magyarország lényegében összes középiskolája számára. Ezzel kapcsolatban tárgyalásokat folytatunk még különböző egyesületekkel, ahol ugye direkt módon szeretnénk megcélozni az ország többi intézményét is. Mit várnak magától a filmtől? Milyen hatással lesz ez a fiatalokra? Én úgy gondolom,
hogy nagyon sokan meglepődnek azokon az információkon, amikkel most találkoznak. Ezt bizonyítja egyébként az a 7.tv Totó elnevezésű játék is, ahol ugye mintegy 250-en játszottak az első fordulóban, és mindössze 30 volt a helyes kitöltés. Én egészen egyszerűen gondoltam ezeket a kérdéseket, szinte majdhogy nem hétköznapi tudnivalókról olvashatunk ezekben a kérdésekben. Úgy érzem, hogy igény lesz ennek a befogadására is. Ugye a további terveink között szerepel az, hogy apróbb részekre fogjuk majd a tananyag elkészítése során bontani a filmet, hogy a pedagógusok még könnyebben tudják az információkat átadni a gyerekek számára az iskolákban. Esetleg érkezett-e már önökhöz valamilyen visszajelzés a film kapcsán azoktól, akik nyilván látták ezt? Igen, nagyon jók voltak a visszajelzések, de olyan vendégeket hívtunk meg, akik önmagában már odafigyeltek, elég itt a Magna Cum Laude zenekart megemlíteni. Nagyon szépen alakul a nézettsége és a filmnek, és nagyon sok javaslatot kaptunk egyébként az intézményektől, úgyhogy tervezzük azt, hogy az ősztől még további programokat, játékokat hirdetünk meg. Például felvetődött az, hogy kisfilmeket készítsenek a diákok, ezt is szintén egy ilyen nyereményjáték tekintetében. Nagyon érdekes lehet az, hogy ők mondjuk mit gondolnak a nyugdíjról, vagy milyen kisfilmet tudnának készíteni a fekete munkáról. Tehát a véleményeket azt mindenféleképpen hasznosítani fogjuk a jövőben. Ugye a fiatalok helyben tartása az egyik célja a kezdeményezésnek, és ugye ön is említette, hogy a filmben szó esik a külföldi munkavállaláson. Miért tartják fontosnak, hogy erről is beszéljünk manapság? Ugye Békés megyében különösképp érintett ez a téma. Ugye ki kell jelenteni, hogy szívünk csücske Békés megye. Nagyon sok képben is megjelenítjük ezt a filmben, és szeretnénk azt, hogyha a fiatalok elsősorban Magyarországon boldogulnának, és ugye valós képet kapnának arról a helyzetről, ami itthon tartja őket Magyarországon. Megvannak a külföldi munkavállalásnak a veszélyei, ugye, hogyha nem hivatalos módon vállalnak külföldön munkát. Persze természetesen ahhoz is segítséget nyújt maga a film, hogy aki szeretné kipróbálni magát külföldön, megtegye, de az elsődleges cél, hogy itt Magyarországon dolgozzanak és boldoguljanak a fiatalok is. Végezetül pedig miért tartják fontosnak, hogy a fiatalok már időben, középiskoláskorban megismerkedjenek ezekkel a feladatokkal, átlássák ezeket a rendszereket, amiben majd a jövőben fognak élni? Ezekkel a kérdésekkel születésünktől kezdve gyakorlatilag életünk végéig találkozunk. És egyfajta kép alakult ki a társadalomban magáról, a TB-ről, a nyugdíjról, ami nem feltétlenül felel meg a valóságnak. De hogyha találkozunk valakivel, megkérdezzük az emberektől, hogy mit gondolnak a nyugdíjról, nagyon sokan azt válaszolják, ó, hát mire ők majd nyugdíjasok lesznek, ki tudja, hogy mi lesz. Ezeket a tévhiteket is szeretnénk eloszlatni, hiszen egy nagyon olyan tananyagot készítettünk, amiben minden egyes részletkérdésre választ kaphatnak a fiatalok, és úgy gondolom, hogy ez segítség lehet abban is, hogy a legális munkát részesítsék előnybe, ne vállaljanak feketén munkát, amikor mondjuk esetleg egy balesetet szenvednek el, és annak ugye nagyon komoly következményei lehetnek. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen gyakorlatias oktatással és ugye a film segítségével ezeket az információkat el tudjuk juttatni hozzájuk, ez mindannyiunk számára nagyon hasznos lesz, és azt még szeretném hozzátenni, hogy ez nem csak a diákok számára tartalmaz nagyon fontos információkat, hanem középkorúak, idősek egyaránt azt gondolom, hogy nagyon fontos információkhoz juthatnak belőle. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és reméljük sok mindenkihez eljutnak ezek a közérdekű információk a jövőben. Én is nagyon szépen köszönöm. Ugyancsak a témánál maradva, Opauszki Zoltánnal folytatjuk adásunkat. Üdvözöllek, Zoli. Jó estét kívánok, szervusz. Ugye itt már hallhattuk azt az előzőekben, hogy a médiacentrum is kapcsolódik az említett filmhez. Arra lennék elsőként kíváncsi, hogy hogyan jött maga az együttműködésnek az ötlete.
Ez ugye olyannyira kapcsolódik, hogy a Médrészenem Kft-nek a stábja készítette. Ez egy erős kapcsolódás mindenképpen. Hát úgy kerültünk ebbe a történetbe bele, hogy a Dávid Ferenc, aki a Pénzügyi Gazdasági Ellenőrök Egyesületének az egyik vezetője, ő keresett meg minket, meg egy régi szakmai kapcsolat okán, hogy van egy ilyen szakmai elképzelés, amelynek az a célja, hogy a társadalom különböző csoportjával, a diákokkal, a felnőtt korosztályokkal, a nyugdíjasokkal segítsen még mind jobban megismertetni azokat az egyébként száraz, nehezen követhető jogszabályokat, amelyek az öngondoskodás, a társadalombiztosítás területén vannak jelen, és ennek a könnyebben fogyaszthatóvá tételében kérte a segítségünket. És hát a felkérésre nemet nem mondtunk, hanem csak igen mondhattunk, hiszen ez alaptörekvésünk, hogy minden ilyen megkeresést nyitottan fogadjunk. Egyébként a cégnek ez az első ilyen oktató jellegű munkája, ugye itt elmondtad te is, hogy ugye a Médiacentrum Kft. Munkatársai készítették, segítkeztek a készítésében a filmnek. Volt-e már ehhez hasonló feladata a cégnek? Konkrétan ilyen jellegű próbálkozásunk vagy kísérletünk nem volt még. Ebben a tekintetben úttörő jellegűnek mondhatjuk, és azt is gondolom, hogy talán, hogyha megnéznénk az országban szerte a helyi televízióknak vagy a helyi médiáknak a működését, talán ebből a szempontból is mindenképpen az úttörő kezdeményezések közé volna sorolható mindaz, amit itt ebben a programban elkezdtünk megvalósítani. Milyen feladatokat látott el a Médiacentrum a film készítése során, illetve magáról a munkafolyamatról mit lehet tudni, mennyi időbe telt, milyen munka van e mögött a film mögött? Hát a rövid válaszom az, hogy sok munka volt vele. Hát egyrészt ugye az első időszakban azzal volt több alkalommal feladatunk, hogy a Széchenyi István két tannyelvű közgazdasági szakközépiskolában az ottani akkor éppen végzős egyik osztály tanulóival közösen elkészítettük azokat a filmeket, amelyekről ugye most beszélünk. Ugye ez több alkalommal igényelt helyszínen forgatást a stábok részvételével, illetve a programba bevont, hát úgy neveztük őket, hogy sztárvendégek vagy partnerek közreműködésével. Tehát ez több alkalommal helyszíni forgatást igényelt, illetve hát rendkívül jelentős mennyiségű munkát jelentett ez a munkatársaim számára, ugye az utómunkák elkészítése tekintetében, tehát ugye a vágás, a prezentációk beaplikálása szempontjából, a zenék megtalálása, a megfelelő mértékben történő szinkronizálása az anyagoknak, ugye ez mind sok apró munkát jelentett. És hát utána természetesen még fontos volt az, hogy ennek a kimeneti része is megvalósuljon, úgyhogy mind akár a Behírnek a YouTube csatornáján elérhetővé tegyük ezeket a filmeket, amelyek most már ugye láthatóak több hete. Egyébként számunkra meglepő módon egészen szép nézettsége van már ezeknek a filmeknek, illetve hát DVD-t készítettünk annak érdekében egy abszolút kultúrát szép csomagolásban, amelyet a következő időszakban tervezünk eljuttatni Békés megye középiskoláiba. Akkor, ha jól értem, a Médiacentrum a film népszerűsítése és terjesztése érdekében is feladatokat vállal, így most már, hogy elkészült maga a film is. Így van. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy valamennyi felületünkön megjelent már a program különböző formákban. Ahogy említettem, a YouTube-on a filmek láthatóak, de ugye elindult múlt héten csütörtökön a behír.hu nevű hírportálunkon a TB Totó, amely, ha jól tudom, már közel 300 kitöltést tud maga mögött, jelentős számban jelentek meg középiskolás diákok ebben a körben, ami rendkívül örömteli dolog. Ezen kívül a Behírnek a Facebook oldalán is folyamatosan jelennek meg a bejegyzéseink ebben a témában. Csabai Mérlegben is fogunk foglalkozni a témával,
és hát a következő időszakban azt gondolom, még számos esetben fogunk a 7.tv-ben is tájékoztatást adni a nézők, az olvasók számára a történésekre, hiszen a folyamat elején járunk. A jövőben tervezitek-e, hogy hasonló kezdeményezésekhez csatlakozzatok? Ugye te is említetted, hogy úttörőnek számít ez, illetve miért tartjátok fontosnak, hogy ezeket a kezdeményezéseket ti is részesei legyetek? Hát fogalmazunk úgy, hogy nem ti is, hanem mi is, hiszen a Média Centrum Kft-nek a teljes csapata dolgozik és dolgozott ezen, tehát valamennyi munkatársamról kell beszélni ebben a tekintetben. Én egymagamban nyilvánvalóan roppant kevés lennék ehhez, tehát ez egy nagyon komoly csapatmunka. De az alapkérdés. Igen, nagyon szívesen csatlakozunk olyan kezdeményezésekhez, amelyek segítenek abban, hogy a megye lakosságát olyan információkhoz juttassuk, amely segíti őket abban, hogy a közélet meg a jog dzsungelében el tudjanak igazodni, tehát ami a közeleti ismereteknek a gazdagítását jelenthetik. Tehát minden ilyenben nagyon szívesen veszünk részt, hogy egyébként is az elmúlt mondjuk 3 évben számos olyan együttműködési megállapodást kötöttünk különböző szervezetekkel kezdve a közművelődés a kultúra intézményein, folytatva a közigazgatási szervezeteken át, egészen a megye legismertebb sportcsapatai, sportszervezetei irányában indultak együttműködési megállapodásaink, amelyek egyébként élnek is. Tehát nem pusztán az írott malasznak a kategóriájába a sorolhatók, hanem működő, élő együttműködéseket foglalnak magukban. És hát ugye azért fontos ez, mert ugye számtalanszor elmondtuk azt, és gyakorlatilag a cégünknek a létrehozásakor Békéscsaba megyei Jugoáros önkormányzatának a közgyűlésén, amikor a cég létrehozásáról született a döntés, már ott abban az előterjesztésben is lett írva, hogy itt közszolgálati célokat fogalmaztunk meg. Az a célunk, hogy olyan információkat hozzunk létre, és juttassunk el a város és a megye lakosságához, amelyeket mondjuk kereskedelmi jellegű média szereplőktől kevésbé remélhetnek, hiszen ott mások a motivációk, hiszen nyilván egy közszolgálati jellegű médiával kapcsolatban más elvárások vannak, és mi ezeket szeretnénk kellőképpen szolgálni, mint ahogy egy picit ki kacsingassak, az, hogy például színházi előadásokat rögzítünk, vagy éppen a március 15-i ünnepséget élőben közvetítjük, ezek is közszolgálati jellegű feladatok. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat, és a továbbiakban is sikeres munkát kívánunk. Mindannyiunknak. Úgy legyen. Köszönöm szépen. Ez volt az Aktuális. Holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!